Idén májustól a Sporthorgász Egyesületek Megyei Közhasznú Szövetsége az új kezelője a Tisza folyónak, a Záhonyi közúti hídtól a Tiszadobi megye határig. Holtágaival együtt ez közel 2200 hektár, amelyen megkezdik a haltelepítést. Idén 100 mázsa, 1 és 2 nyaras pontyot, valamint 3000 darab fogas, süllő, harcsa és kecsege halivadékot. Hosszú évek óta nem történt kecsege telepítése megyében, mi a kecsegét is, mint őshonos magyar halfajt beépítettük a halgazdálkodási tervünkbe, ami alapján gazdálkodni fogunk a következő éveken. Ez egy megnövelt mennyiségű, korábbi évekhez képest egy több mint 10%-kal megnövelt mennyiségű telepítés, és ezt szeretnénk fokozni, tehát az elkövetkezendő 5 évben szép lassan fokozatosan, egy minimálisan egy 30%-kal szeretnénk megnövelni a telepítendő hal mennyiséget. A Sporthorgász Egyesületek Megyei Közhasznú Szövetsége a jövőben is több területen együttműködik a Szabolcsi Halászati Kft-vel. A lasításhoz a halaknak az előállítása, ami egyébként is folyik, hiszen mások részére is állítunk elő halat, de nyilván kiemelten fogjuk kezelni a helyi igényeket. A másik pedig az őrzésvédelemben a régi tapasztalatok, a régi technika, illetve a régi halőröknek a biztosítása, ami szerintem most ezt újra felépíteni azért elég sokáig tartana, az is helyismereteket megszerezni, stb. Így aztán Szabolcsi Halászati Kft. Az, ami fogja ezeken a vizeken ezt az őrzést folytatni. A sajtótájékoztatón szó esett a horgászjegyekről is. Jelenleg közös jegyet a Tiszára és a Bodrogra csak a gyerekek válthatnak, a felnőtteknek külön-külön kell megvásárolni. A szövetség a tervek szerint a jövő évtől bocsájt ki újra közös felnőtt jegyeket.